Meg is épp a fülesem. Nézzétek, megcsináltam ezt a szart. Ezt. A chat nem tűnik el már. Mindegy, ezt intéztem ma. Csókcino! Köszönöm fél évet! Nem, csóksékká, csókbenzi, csókpali, csóktóli, csóktotti. Csók, a faszom hivat. Csókvantix, csóksegbekúr. Jó, készült más is a háttérbe. Készül a párbaj még mindig, mert a Pali egy lusta fasz. Az alul van fizetve. Így nem dolgozik elég keményen. Most csináltam gyors egy Warzone parancsot, de jó, sokat már nem csináltam, kimondom, edzettem. Ég az agyad? Hát akkor tedd félre, tesó, kicsit vert ki a faszod, csinálj valamit, az mindig jót tesz. Minden komoly kodversenyen ezt ki kell rántani egyébként, nem tudom, vágjátok-e. Megkeresett egy izé, azon agyaltam. Figyelj, megkeresett egy olyan, mint a Checkmate Gaming. Ilyen magyarra, nem tudom mi, valami bet. Mondom. Jó, biztos, hogy nem fizetnek eleget. De hogy így annak, hogy lenne értelme kicsit warzonozni. Batme Gaming az a neve. Nem tudom, ha van kezdem versenyezni, akkor vállalom. Ha nincs kezdem, akkor nem vállalom. Csók Andris, csók Csapi. Geci, mekkora a live coach voltam a szizébe? Az a sztoriba dicséretek már meg, szavak Csupi. Nyertél? Muzi. Pénzt? Kézzelfoghatót? Pár százat? Ezer plusz? Mi? Ja igen? Igen. Szevasz Kozics. Igen. Ez vagyok, Cséka. Várjál, 1000-ből 1300, akkor nyertél vagy 300 dolcsit? Vagy 200-at most? Ért? 50-ből 1300, igen, azt vágom. Az volt a kibővője, amit kaptál. Amúgy csináltál ugye 1300-at. Vagy 1000 pluszt. Csók, segbe kurk össze másodikat. Csók, csók. De most nyertél most, vagy nem nyertél, bazeg? Írd már egyszer értelmesen, hogy értsem. Hát nem értem. Bazeg, lejár a csávókolni, azt nem tudja mi újság. És mennyit nyertél? Mennyi depóból? Mennyi depóból nyertél, mennyit? Azt mondd meg. Tehát akkor most megint nyertél 1000 pluszt? Múltkor is nyertél 1000 pluszt, vagy most is nyertél 1000 pluszt? Csók Bence! Szállat Szefre! Ezt nem hiszem el, Geci. Igen, én is így értettem, hogy 1000 plusz, és akkor arra jött rá még az a extra, amit most nyert. Szevasz, Bence. Azt a kurva. Én mondtam, kapott pénzzel a legkönnyebb játszani, mert ott van faszod, leszarod, úgy vagy vele leszarod. Úgy is kaptad. Anyád, tesó, de komolyan lesz, Geci a nyárra! Bocs, be vagyok pukkadva kicsit. Ittam fehérjét, mindent, kajáltam, csirkét, rizs, még ennem kéne még, mert még ilyes vagyok. Még valamelyik gyengé pillanatomban felhozom. Lehet, hogy durrantom még egy fehérjét, mert most szétküldtem a mellemet. Na, két dolog, amit mesélni akartam. Egyik az, hogy tudjátok, hogy gyenge szar vagyok még azért. De most már kézisúlyzóval nyomtam 26-ba. Per kéz. De régen ilyen 30 valamennyi volt a vége. Most azért 26 az már, és amúgy még bírtam volna, csak valaki állt volna mögöttem.
De legalább szabályosan csináltam, és szétszakadt a csöcsöm, szóval az orra volt. Nem fogok vele trükközni, kihúzza a vállamat, szóval... Ja. Jó, a 26 az a vége volt, abban már 6 ment be. Még 6-ot is akartam. Még nem, még 4-et akartam, 6 lett belőle. Sokkal többet hújderem. Kösz a 400 vitet. Azzal melegítesz? Csok, Bari, mert szeretlek. Nincs erre egy ilyen izét, nem akarsz ilyen Covington-t, hogy mi a fasz, nem akarsz szedni? Az eszed nincs a helyén. Még azt kéne rendbe rakni. Én valami 6-tal melegítettem be? Az volt az első ez volt az első gyakorlat. Úgyhogy el sem fekve, hanem 45 fokba nyomtam. Nekem a felső nem az olyan szarul felülik. Igazából azt gyúrom, és a többi az meg jön vele, mert... És akkor érted, szóval, hogyha itt ide nyomnám, akkor sosem lenne felső mellem, hogyha meg így föntre nyomom, akkor így legalább húzza magával a többit. Tárcsával majd nyom szűk. Tesó! Ne oktass már, basz meg. Milyen tárcsával szűken? Milyen tárcsa, basz meg? Tárcsával szűken. De nekem az alsó, ezt pofázom, tesó, nem az alsó rész, hanem a felső. A felsőt kéne kipukkasszam rendesen. És ez nem a szűke nyomok, a jó nyomok szűken is, ha éppen úgy van, de hogy az, attól nem az a célját érem el, amit el akarok vele. Érted? A mellem a legszarabb. A karom, bazd meg, elmegyek háromszor edzeni, ez akkor a geci, hogy nem fér el, bazd meg a szobába. A hátam is szépen tud fejlődni, a vállam is szépen tud fejlődni, a csukjám is. Ami nem tud fejlődni, az a mellem, a hasam és a lábam. Hiába nyomom, baszhatom. Pedig esküszöm, jó, nyilván, hogyha átmennék ilyen nagyon vadállatkondisba, akkor lenne valami eredménye, de ilyen normálisan, ilyen úgymond, ilyen hobbi edzés szempontból nem megy. Szevasz rán! Csalókajám, te soha alig van csalókajám, szoptasra tehát dagadcsöveste. Mutasd már magadról egy képet, szalámi. Hogy nézel ki, mutasd, mekkora a beled. Fogy te megint egy kilót, az is kemény. Most a 93,3 vagyok, vagy valami ilyesmi. Azért az én 190, nem tudom hány centimben elég jó. Ki az a stosszimán, aki neked köszönhető, hogy többen nézik múltkor rédetbe? A Commandant Don Teclit? Rá gondolsz? Nagyját tettem, felcsövettem, ma nem biciklivel jár. Szevasanko. Nem vagyok még kigyúrva, ezen dolgozom, hogy ki legyek. Én is látom, a legjobban azt látom, hogy a kibaszott tokám visszahúz, nézd meg, szóval ettől meg kibaszott, bazd meg ilyen tok... Ég és föld. Nem, elnéztek egy régebbi streamet, egy 2 hónappal ezelőtti streamet, nem így néztem ki. Ja, ja. Szávasz, Viktorom! Dicsérel meg te is! Szávasz, kakis kifli! Szávasz, ák... Na igen, szávasz, papesz! Most se kicsi, yes! Igen? Akkor lehet, hogy nem botolnak, csak izé van. Aktív userek. A faszom tudja. Szevasz Peti, szevasz Tormi, szevasz Ambu, szevasz Bocsi, szevasz Kajó. Peti, te szopat? Ja? A karommal nem lesz gondom, azt az tutira jó lesz, csak... Geci, vellemet bazeg valahogy, hogy ki tudnám gyúrni valamennyi, a hasamat lennék is izélen, bazd meg, de az a baj, hogy nyomok tárcsával is izélek, római padozok, meg plenkelek box miatt, meg ütik is a hasamat, meg boxon is edzek hasra, meg bazd meg érted, nyomom, meg csomó edzés mellé berakom, nyomok egy vállat, és nem tudom, nincs kezem nagyon, nem tudom karozni, mert nem nincs kezem, amit csinálnak, akkor nyomok mellé egy hasat, vagy ilyenek. Geci rossz tesó. Csók Patyesz, csók Jinx, csók Benny, csók Dima. Szar. Az a baj, mindenkinek van egy ilyen gyenge pontja szerintem. Kívül, hogyha kokszolsz, mint a Viktor. Tesó, már így köszön nekem. E-mailbe a kondiba. Így.
viccelek, nem vicceltem. Szevasz, Bilbo. Az, hogy két has között sok volt a pihenő ma. Ki vagy, te geci? De hogy volt sok. Szétgyúrom a hasamat. A váll a cinkek? Hát az szar. Nekem az hál' Istennek az kerekedik, azzal nincsen. Mi a fasz? Na, akkor Skype-ot kinyomom. Szóval azzal nincsen hál' Istennek gondolom, de mindenkinek meg van az ilyen gyenge pontja, és ezeket nem tudom, hogy ezekkel kell trükközni szerintem, hogy egyszer, nem tudom, nyomsz rá egy hétig egy olyat, hogy kis súly nagyon sokat, aztán meg nagy súly nagyon keveset, és akkor valami, nem tudom, szét kell szopatni, hogy összezavard. Szirtelen összezavard, és így arra azt veszel észre, hogy be van pukkadva. Német tanárom miatt kellett a Skype. De most azóta nem jártam, mióta elmentem, kettőt off voltam, azóta nem voltam. A vállalat, ha egyszer mesélok, arra meg nagyon kell figyelni. Én a csuklomat is féltem, nekem egy csomószor a csuklom az kimegy, nem tudom, valahogy így tartom, vagy a faszom tudja, mindegy. Boxtán is örülök, hogy rajta van a bandás, de mindegy, ha lemegyek kondiba, van három bandás, és éppen amelyik nem szarra szét izzadt, azt feltekerem rá, és akkor az úgy sokat dob rajta. Most is ugye a mellezésnél tök jó volt, hogy tartotta a csuklomat, és azt nem kellett még alkalból tartsam, mert csomószor azzal, amíg mellezel, nekem az volt, hogy csomószor az volt, hogy melleztem, és előbb fáradt az alkarom, mint a mellem. És Frekenzi Dolce, tesó, képzeld el, ugye megyünk holnap után 19-20-21 nem leszek, 21 már lehet, hogy leszek, 19-20 nem leszek. Képzeld, megyünk 19-én. Menjünk 19-én Wörthersee-re, erre az autós talira. Nem tudom, mi keresni való van ott, nem tudom, de szívesen elmegyek, mert elvileg kurva szép a hely, meg minden, de leszarom ezeket a régi retrofos kocsikat, egyáltalán nem durad be tőle a kukim. És képzeljétek el, felhívtam a recepcióst, mert ugye jön a pack is velünk, és mondta, hogy jönne, és ugye volt-e még hely, meg nem jönne, vagy van-e hely, meg nincsen hely, faszom tudja. Én felhívtam az embert, mondom, do you speak English? Ezt mondta, hogy kurvára nem. És tesó, hogy elkezdtem darálni, bazd meg az izét. Elkezdtem darálni a németül. Hülye, és értettem, amit mond, geci, elintéztem németül valamit. És olyan büszke voltam magamra, kurvára. Jó, tesó, tudod, ennyi közöm van hozzá, geci, nulla. Csak hogy az helyre teszem, hogy nem azért megyek, mert érdekelnek a régi autók. Ja, a Google Maps volt nagyon. Ja. És tesó, értettem, mondta, válaszolt, hallott, hogy recseg, mondom, izé, nohány már bíte, faszom, tudod, mert nem értettem, hogy mit mondott. Jó van, kussol, de jó, láttam róla a képeket, ilyen szar felrik voltak rajta, meg ilyen rossz Suzuki kinézeti autók voltak. Ne fárasz már, bazzeg, tudod, hogy mire gondolok, most mire kötsz bele? Tudod, hogy fogalmam nincs, hogy miről beszélek. Azt sem tudom, hogy hova megyünk, azt sem tudom, mire számítsak, hogy ott állunk majd, meg iszunk üdítőt, és közben durantjuk a hícet arcba, vagy mi? Azt mondták, hogy béreljünk hajót, majd kurva jó. Hát tesó, megállásig jön a németül beszél, nem menne. Hát most mondom, hogy Cipruson még jó volt. Jó, mert a nyugdíjasokat nem értettem, geci, ezt a csávot ezerszer jobban értettem telefonon keresztül, mint a nyugdíjasokat, de ugye kint voltunk Cipruson, most ugye múlt hét előtti héten, vagy faszom tudja mikor, és ugye ott volt két nyugger, vagy nem, hat nyugger, ugye három ilyen pár, vagy négy, faszom tudja, mindig voltak, és nem tudtak angolul, és akkor izé, Deutsch, faszom akár, és akkor mondtam, hogy igen, én beszélek németül egyedül, mert az angol az dömmen nekik, de néha használtam angolt, amikor valamit nem tudtam elmondani, nyilvánvalóan, mert kurvára nem tudok annyira jól beszélni, és őket is értettem, megértettük egymást, hogyha meg nem értettem, akkor meg bólogattam, és mondtam, hogy já, na tűrlik, já. Szevasz, Karel Károly. Nem vágom, én nem tudom, mire számítsak. Leszarom, figyelj, lesz brigád, el leszünk, nagy baj nem lehet. Ha szar lesz, akkor meg beülünk autóba, azt eljövünk. Te vasz, Gera. Aj, Stifler, miért csinálsz meg? Ezzel a kicsivel is te.
Régi motoros. Csókolak. Tényleg már este van, bazzeg, már nem 4-kor kezdek. De kemény. Srácok, jó, még egyszer. Na, figyeljetek. Na, tehát megvan az új. Van egy új Totó. Aki a gróf. Annyi a különbség a Totó, nem tudom, ki, aki vágja, vágja így a sztorit, aki nem, az nem. Totó az ilyen, jó lesz ez úgy, jó az úgy. Ez így szokott menni, ez így van. A gróf az új Totó. Tehát a gróf az úgy működik, hogy megold mindent. Valami, hogyha megold valamit, akkor az előfordult, hogy mondjuk háromszor annyiba kerül, mint ahogy eredetileg megbeszéltük, vagy megbeszélte valakivel, de megoldódik. Na, gróffal beszélek, mondom, tesó, mondom, az a kérdés, hogy van-e még szálláson hely. Össze-vissza mondta, mindegy, mondom, tesó, írjunk már nekik egy üzenetet, hogy van-e szállás, vagy nincsen, vagy le tudjuk-e foglalni, vagy nem. Á, megoldjuk. Figyelj, csináljuk azt, oda megyünk, ott vagyunk, és mondjuk, akkor lenne még egy ember. Mert most már nem tudja, hogy tudja csinálni a foglalást. Mondom, tesó, mondom, elmegyünk, mondom, hatan, és majd ott mondják, hogy nincsen szállás, és akkor hazafordul. Á, biztos lesz, biztos lesz. Na, mondom, ezt mondom, ezt így nem. Akkor feljöttem őket, hogy ezt azért intéztem el. De mindegy, akkor ugye a gróf vitt bele ebbe is, hogy akkor egy kicsit így az autóval kicsit foglalkozni, aki érti, érti, aki nem, nem. És ugye most voltunk Kapuváron, aki tudja, hogy miért, ezt tudja, aki nem, az nem, inkább nem mondom el streambe, meg lesz írva a kocsi. Szóval, hogy lett egy leömlő, egy downpipe, és meg lesz írva a kocsi. Elvittem. Azt mondták, hogy ja, úgy indultam el, hogy lehet, hogy nem lehet megírni. Arra kicsi az esély, de lehet, hogy nem lehet megírni. Már fél úton voltam. Mondom, geci, mondom, ilyen nincsen, mondom, bazza, mondom, oda viszem a kocsit, mondom, elmegyek Kapuvára, geci, megyek 2 órát, oda rángattam egy embert, hogy utána engem hazavigyen, és nem lehet megírni az autót, úgyhogy ott sincs az ember, hogy egyből megnézze nekem, hogy meg lehet írni, tehát akkor úgy nézek, hogy elviszem a kocsit, ott hagyom a kocsit, engem hazavisznek, mert utána mondjuk egy nap múlva visszamegyek, mert nem lehet megírni az autót, mondom, akkor én eret vágok. De hál' Istennek időt, hogy meg lehet írni, írt az ember, reggel ezzel kezdte, de hál' Istennek a grófot ismeri az ember, ez a bizonyos ember, grófot ismeri, és a gróffal megbeszélte, hogy akkor mi lesz a kocsim sorsa, mert én nem keltem föl még 8:30-kor. Mindegy, hál' Istennek azt válaszoltam, amit én is válaszoltam volna, de na, érted, azért úgy meredek. Ír az ember, hogy ez nem jó rajta, az nem jó rajta, amaz nem jó rajta. Szóval inkább 3 nap lenne ezt, hogy megcsinálják. Most lehet, hogy holnapra meg lesz az autóm. Nem vagyok benne biztos, de talán előfordulhat, hogy meg lesz holnapra, akkor jó lehet. Viszont, ha nem, akkor meg eret vágok. Na, azt mondták, hogy elvittem a kocsit, ugye megiratni legyen egy kicsi hangja, meg fogja csinálni, a nagy részét megcsinálja, csak annyi a baj, hogy a downpipe ugye nem jó, szóval el kell vinni egy kipufogóshoz, aki összehegeszti meg, szétvágja meg, a faszom tudja, hogy mit csinál vele. És akkor most elvittem a kocsimat, nem fogják megcsinálni, el kell hozzam, el kell vinnem egy kipufogóshoz, és még egyszer levinni, és ugyanezt a kört még egyszer eljátszani. Ez az a gróf, aki ezen kívül még mi a faszt mondott? Várjál, mi volt? Valami hasonlót mondott, hogy ezt megoldjuk. Faszom emlékszik, nem tudom. Mindegy, valami még volt, ezt el akartam mesélni, bazd meg. Nem, mindegy, nem tudom, hogy most mi lesz a kocsinak a sorsa, de valami lesz. Igen, jó kör volt. Nem tudom, hogy mi lesz a sorsa, meg lesz előbb-utóbb csinálva, de hát izére már nem így fogok kimenni Ausztriába, sajnos. Haza kell hozni Pestre. Tehát oda kell menni 2 óra, vissza kell jönni 2 óra. Valahol meg kell csináltassam, vissza kell vigyem 2 óra, haza kell jönni 2 óra. Egy extra 8 órás trip. Fú, geci, nem állok erre készen. Igen, ő az, aki szerint a felné befektetés, így van. Igen. Ott is az volt, hogy ugye 4 kilóért lehet venni olyan felnőtt, hogy az örökké annyit fog érni. Hát abból kiderült, hogy elmentünk a felnőért, ugye, és mondták, hogy nincsen készleten, és ha lenne, akkor 8 kiló lenne. Ez mindez akkor, hogy megcsinálta egy óra trippet oda, egy óra trippet haza. Mondta, hogy nem baj, akkor szerzünk gyárit. Egy ilyen, nem tudom, 2 kiló környékén megvan. Hát abból 1000 euró lett, vagy akkor inkább annyi.
és akkor azt mondom neki, hogy ő az, aki, hogyha belevesz egy kriptóba, az összeesik. Ha ő belevesz egy szerencsejátékozik, ő bukja. Végtelen pénz bukik, ha kell. És mondom neki, mondom, tesó, te prikézsia vagy, geci. Mondom, ezt nem hiszem el, mondom, ez ilyen nincs a világon, mondom, akkora prikézsia vagy, hogy ez hihetetlen. Nyugi, autókban nem. Mondom, nem, ugye? Úgy indulok el, hogy mondom, lehet, hogy nem lehet megérni, mondom, nem jó, ez a downpipe, a faszom tudja, édesisten, legyen már vége. Ja, és igen, ez a gróf volt az, akit mondtam, hogy mondom, gyere már el hozzám, mert mondom, ilyen furán indul el az autó, meg furán megy a rükkfersz, hogy így rángat, meg a faszom tudja valami, hogy nem stimmel rajta, hát tesó, ez dupla kuplung, ez ilyen. Most oda vittem az emberhez, mondtam, hogy nézze már meg, hogy miért nem jó ez a rükkfersz, meg a nem tudom, olyan furán indul el, nem tudom, hogy mi a faszom baja, lehet, hogy szoftveres, vagy nem szoftveres, nem tudom, hogy új váltót kell cserélni 2.500.000 forintért, vagy mi a faszom a megoldás. Na mindegy, mondta a gróf, hogy ez így tök oké, oda vittem a csávóhoz, a csávó mondta, hogy hát ez így nem jó, valami nem jó. Mondom, Totó ugyanez, csak ő bazeg, hogy házfelújítással foglalkozik. Leveri, olyan lesz, festékes lesz, szétmegy, összemegy, megráz az áram. Hát tesó, ez így kell. Na, kezdjük a munkát. Ezt gyors belövöm itt. Na, én azon agyaltam, hogy üssük 2 eurom, mivel ha jön. Csináljuk azt, hogy közönség kedvence. Én egyszer, utána közönség, én egyszer közönség. Ja, Rulett, a gróf az megmondta, hogy élő kaszinóba szerinte, nem ez Vécser. A Róme, vagy a gróf, alatt Pali, írd be, hogy ötlet, léci. Tegyük be a Vécser mutatót a streamre valahova. Kérlek szépen, hogy ötlet valami ilyesmit tudod. Szóval a gróf azt mondta, hogy szerint az élő kaszinó, a rulett, az élő az igazából minuszos a kaszinónak. Ő szerinte fixen, azt mondta. Csak akik nem vágják az autókat, így éltem egy olyan példával, amit ti is értetek. És akkor... De amúgy szeretem, imádom őt meg, amúgy tök jó fejember, meg kibaszott jó indulatod, de bazeg. De soha ezek a fasságai. Na hál' Istennek van hozzá idegzetem, bazd meg. Olyan kibaszott türelmes vagyok ezekkel a dolgokkal, nagyon. De... Totó megtanított türelmesnek lenni ezzel. Tehát amikor itt felújította a nappalimat, tesó. Azért itt megtanított sok mindenre. A türelmet azt megtanította kezelni. Ledes gyerek, ledes gyerek. Gyors leadhatná egyébként így gondolkodás nélkül. Tömünk? Szerencsé tömőt felverünk arcba? Amúgy bazzeg, ezt is észrevettem, hogy a box is jobban ment el, hogy nem hitszeztem. És a kondi is jobban ment, hogy nem hitszeztem. Na, egy banánt. Szop ki. Lehet, hogy rá kéne szokjak inkább a snuszra, mert a snusz azt hiszem hamarabb le tudnám tenni, mint a hitszet. Ásztifelére ez kurva egyszerű mondani, hogyha nem mérgezi magát az ember. Az, amikor rálép az ösvényre, utána már szarabb bajni. Szerintem ezért tolják a sport, azt hiszem a tüdődet bassza meg nagyon. Na. Én azt vettem észre, hogy a box is sokkal nagyobb erőlétet tudtam csinálni. Tehát a sportolok is bazd meg, hát tök egészségesen élek. Box is és a kondi sokkal jobban ment. Abba kéne hagyni a gecibe. Tűztél, nem hiányzik a füst? Nem, mert ez úgy működik, mi a fasz? Ez szerintem ez erős. Jó reggelt, megérkeztünk.
ezt így ajándékba. Csak tudod, pörgeted, azt ajándékba adja. Szóval az a különbség, ennyi, akkor még relaxra, mi van jön? Na, az első, amit elolvasok cseten, az lesz a következő game. Hú, de remélem, hogy beírja a csékai, de be MT2. Ott van, szeretem! Lassok vagytok, balfaszok. Szevasz, agócsom! Szemüveg? Rajtad? Into the unknown! De nem azt olvastam el elsőnek. Mi a fasz, nem volt a gyorsabb? Nem, te voltál utára. Iteróval. Második üzenet volt utána. Na, mit akartam mondani? Hogy... Na, tudjátok, mit akartam mondani. Mit akartam mondani, elfelejtettem. Ja, hogy a stűsz meg a füst, de amúgy hiányzik egy picit a füstje, de úgy működik a... De úgy működik a különbség, hogy szóval, hogy nem a füst hiányzik igazából egy ciginél, hanem a füstöt kapcsolod össze a nikotinfogyasztással. És hogyha te snüsszözöl és marja a pofádat, és érzed, hogy itt egy kicsit így zsibbad itt a pofád, akkor az olyan, mintha lenne füstje. Szóval, hogy érted, hogy megadja azt a megadja azt a extra hatást, amit meg kell adjon ahhoz, hogy érezd azt, hogy na, akkor ezt így összerakja az agyad. Hát azért mondjuk a Huider, az mondta, hogy tesó, neki már az erős paprikát, vagy a erős pistát felkenni az arcára, lehet, hogy az is jó lenne. Léci. Na, bónusz, persistent. 10x-el, full screen wide. Ilyen sokat még. Into the unknown. Nagyon más stílust akarok hallgatni, nem akarok technót hallgatni, nem akarok orosz rappet hallgatni, nem akarok feka rappet hallgatni. Most ilyet akarok hallgatni. Retrót csak akarok hallgatni. Szevasz, Nike. Kedves. Jó ez, tehát mindegy, mi megy a háttérbe, bugjon valami. Úgyis mindenki rám figyel, nem? Remélem, igen. Mi a faszom, Tokyo Hotelt hallgassunk? Nem érek rá. Add már le. Nem merem. Jó felspanoltál, bazd meg. Ah, igen, hang vagy, az is jó duma. Erősek az urak, köcsaposak. Alakul. Még valaki? Valamit? Az a baj, elkezdeni nyomni, ja igen, az a baj, hogy szétszinkálni magam. Mennyivel kezdted? Te csöves. De egy köcsög vagy, bazd meg. Na, add már le, mi van. Hát azon behogyasztom, tesó. Édes Istenem. Tesó, amúgy vágod, csak te írtál azt a rémre, hogy ez mi a fasz. Ja nem, még egy haverom írt. Hát, annyi HLF, csókollak. Most eljövök. Mi van itt a favoritba? Igen, show úr, igen. Hú, de vágod, bazd meg. Azért nem vagy te ízé kezdő kriptós arc.
Köszönöm, Papesz! Nem fogtam fel, hogy mit írt a HLF. Őszinte leszek, de kösz. Na, vajon továbbadja. Amúgy a drágább lézére vonatkozik az ástap, nem hiszem. Százasra se vonatkozik, sajnos. €3.91, aha. Kripto az fasság. Tartsátok forintba. Hány ingerem van tőle? Úgy rá fogunk mi erre baszni, gyerekek, itt akkora szar lesz, hogy behogyoztok. Főleg azoknak, akik forintba tartják a pénzüket. Szerintem. Ékezet nélkül, egy USD. Ember itt amúgy azért az, hogyha itt Magyarországon bevezetnék az eurót, és így az emberek rájönnének, hogy ilyen 500 eurót keresnek, meg 600 eurót, elhányják magukat. Szerintem azt nem tudják, vágott szerintem annyira hülye ember, bazd meg, hogy nem rakják össze a képet, hogy nem tudom, hogy mondjuk a 1000 euró, vagy nem mondjuk 2000 euró, az mennyivel több pénz, mint mondjuk 350 ezer forint. Nem vágtam. Így van, akinek nincs egy vasas, az a legjobb. Hát azt mindenki mondja, hogy be akarja vezetni az eurót, a Fidesz is ezt mondta, hogy be akarja vezetni az eurót, meg felzárkóztatni a nyugathoz, ez nem feltétlenül igaz, szóval ezek kampánybeszédek. De minél belemenjünk bele, mert mindig ebből baj van. Szívesen beszélnek a dologról értelmesen, de ebben mindig baj van. 12-ben mondta az öcskös? Á, de szeretem őt. Hát még türelmesen urak. Az igen, Bazsám, 15 üzeneted van, bazd meg. Azt megvan a 200 ezer. Ja. A forintod az úgyis többet fog érni, bármi másba rakod, ami nem forint. Igen, tedd izébe Lunába, még azzal is jobban jársz. Még a mínusz 1000x-el is. Hát 50 ment bele, a standard kick. Csók, Bazsa. Ah, faszom. Adj már 3 bónuszt, bánat. Az jó. Ezt kötötted volna végig, te patkány. Hát nem tudom, 30 félre felrakok 3 euróra tétet, mi van, ha jön? Gyerekek, mekkorát mentünk tegnap, azt a kurva hülye. Háromszor néztem meg a izéklippet. Azzal vagy vajon, hogy fizulat átváltsa, de hát tudod úgy váltani, hogy nem keres rajta egy valamilyen izé. Mi a faszom, nem keres rajta egy ilyen a valuta váltó? Mert ott azért szarott az a váltás. Revoluta van, tesod, hogy revolúton tartani sok pénz, az meg veszélyes azért. Ott azt mondják, hogy nem szabad tartani nagy pénzt, az mindig csak annyit szabad tartani, amennyi éppen kell. Csók Tufim, kösz a második hónapodat. Aztán legyen igazam. Szevasz kuposztó. Esküszöm neked, én inkább én azt csinálom a helyedben, hogy fognám. Mert hogy azt hiszem nincs mögötte fedezet, hogy valami ilyesmi baj van. De hogy mert hogy faszom emlékszik, nekem is úgy mondták, de nem tudom, hogy igaz-e. Nem tudom. Én is csak úgy, nem tudom, hogy igaz-e. Az volt, hogy nincs mögötte fedezet, és azért, de jó, oké, de a forint mögött sincs, de hogy
OTP mögött sincs, mert nem tudom, a 3% aranytartalék, vagy nem tudom, a faszom tudja, hogy mi a matek, az jó. Nem tudom, mi a matek, nem tudok ráértelmesen válaszolni, meg nyilatkozni benne. Na, mondjatok egy gémet most ti. Nekem se, én is azt hiszem a Revolutot, nem azt mondom, geci jó, csak nem tudom, hogyha beraksz, mondjuk van 1 millió forintot, beraksz 100 000-et, azzal nincsen semmi gond. De nem tudom, hogy mondjuk ott tartsol az egész 1 milliót, az gatya, az nem oksa. Szevasz, hagyma. Igen, akkor az a baj. Nincs hackártérítés. Igen, azokat mind offolom, nincs kedvem hozzá, hogy San Quentin menjen. De viszont tényleg nem tudok benne értelmesen nyilatkozni, már volt egy értelmesebb hozzászólás, mint amit én ebben meg tudtam volna fogalmazni. Na faszom, baj olyan. Nem tudom, én a helyetekben lennék, nem, leszarom ki mit csinál. Én azt csinálom, a forintba kaptam a fizumat, fognám, felraktam egy Binance-re, azt átváltanám USDT-be a faszomba. Nekem is abban van mindenem. Jobban bízom benne, mint az OTP-be, bazd meg. Jó, hülyeség, de érted. De esküszöm, hogy nem vagyok ilyen befektetési tanácsadó. Semmi fejes befektetési tanácsokat adok. Celsiuson, Palim. Felkiadt a jelink. Azt a kurva, kezek a lehúzások, bazd meg. Nem tudok adni, de soha szub vagy. Nem tudok adni. Azt csinálsz, amit akarsz, de soha. Palin, vegyünk fel egy új videót inkább. Nézd meg a nyersanyagot, és inkább vegyünk fel egy új videót, mert van egy gondolatom még hozzá. Most ez miért meg ennyire? Ennyire jó a bácsi. Hú, ezért bazd meg. Na majd nézze meg, csak a izét nyerset. 5-2-es bónuszt behugyoznék. Nem írtuk meg a valcsákkal, sőt a macesz föl se vette a telefont, bazd meg, kiraktam Discordra, hogy azért én hívtam, kerestem, nem vette fel. Megbeszéltük, valcsák, macesz, most már, vagy hát macesszel beszéltem meg, most már valcsák is beszáll a buliba. Ő lesz a cigizős gyerek. Négynek is örülnék, amúgy. Fittivel? Nem tudom ki. Ja, igen. Nekem is, Svazi. Ja, hogy 50 cent? Ja. Hát, az a baj, nem vagyunk egy szint szerintem. Igazán lenézem őt. Nincs elég pénze forgatni. Ez biztos egy szar. Ennyi 20 euró.
Az jó. Gigi, mit kellene minden nap hétkor? A változás van, úgyis írok, lol. Hát nem tudom. Ú, bassz meg ezeket a no-limiteket, én ezt nagyon nem, nagyon nem. Hú, de nem szeretem őket, geci. Nem vagyunk jóba. Na, most én választok. Ma hiszitek, ha nem Firehopper. Háromszáz bitér, Saur. Ez a Firehopper tud jól lenni? Nem. Nem szeretek vele játszani, sosem tud fizetni ez a szar. Na jó, 500. Alkudozz még fölfele. This is my... Kilencszázról, Tedra. 900-ról. Ide ki van írva, nézd. Tesó, itt minden kiadó van. Minden kiadó van VPN nélkül. Itt, ez egy geci oldal. Nem is kell ezt itt, mert egy XBit az a netszes. Ott csak Pragma van kb, amit szeretek. PF Games talán, meg faszom tudja. Gondolom azért van ilyen lehetőség, mert van kártyás befizetés. Azért ilyen, nem tudom, rugalmas vagy faszom tudja mi. Bónusz? Bónusz egy várat megadok. Jön. Károly nem. Egy base game 1000-es coint összeszed, amit ezt a kisztok. De bazd meg gyerekek, hát ennyi nem szóltatok, a faszom legyen a fogkefétek. Hát ugye az Iron Magra dupla S pont járt. 640 eurót fizetett, ő mennyit? 2x-el. Ennyire tele vagy, tehát nem számít az S pont. Ugye többet fog enni az S pont, mint a forint. A dollárban van számolva az S pont, euróba. Béked? Jó, szerelmes vagyok beléd, nagyon szeretelek, nagyon jó vagy. Féltek, mit köcsögök? Dék. Kis kezdés. Az jó. Azt hogy csináld már még. Egy 50-es coin. Mi a fasz, tesó, az nagyon... Ide egy B, egy izét. Tesó, ne csináld ezt, bassz, mert nagyon félek. Nagyon durva az X-ünk. Jó. 80x. Mennyi? Nem tudom kiszámolni. 75. Van? Na, azért mondom, hogy inkább csinálj még egyszer. Hát ez szar. Ide három izét. Ember, mi ez az X-bazd meg? Hát ez 197 euró.
2,20 € hiányzik. Aha, szerintem nyomok egy újat, ja. Na most ti vagytok. Na. Anubis. Adlak. This is my love. Lemaradtatok. Lassúak vagytok, bazd meg. Ez azt jelenti, hogy nem vagytok kriptokompatibilisek. Aki lassú, az lemarad. Ez voltam az első lecke. A mai első. Adj már hármat. Három ilyen buszi fejet. Négyet. Mi van? Ezt még egyszer? Hát, HLF, azok az okosak. Látjátok, hogy értek hozzá. De kajak amúgy veszett. Veszett be az nekem mennyire. Ijesztő. Az a durva, hogy offstream is értek hozzá. Akármelyik oldalon játszom. Igazából ez az ember vérébe van. Mint a Volvo. Is my lover. Ah, egy zöldet. Egy már egy zöldet, bazd meg. Szerintem én nem fogom meg támaszkodni a Fos BTC, sajnos. Vagy hát sajnos nem tudom. Én még várok. Én még nem tettem be. De majd szólok, ha berakok. Nagyon sokan kérdezik, esküszöm, nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mikor fogom beletenni, még én nem teszem bele. Ez még nem ment le eléggé szerintem. Szövetet? Majd, de miért vagy patkány? Ide egy zöldet, léci. Zöldet. Zöldet, na. Az jó. 15x kurva anyád. Én jövök. Érdek hozzá, kíváncsi vagyok. Hát tesó, ennyi. Bowerit? Hú, amúgy azt is ütetjük, ha bemondják. Na majd mindjárt. Na majd te mindjárt megkérdezem, mi legyen a következő, és akkor az olyan, mintha ti döntésetek lett volna, de igazából én is élem a Bowerit. Figyelj, én az ETH-t, most oké, hogy át fog állni erre, meg ilyenek, de én pontosan nem láttam át, hogy mi fog annyira történni, szóval az a baj, ezek annyira ilyen mély dolgok nekem, most az ETH és meg ez a stake tube, vagy a proof of stake, meg a faszom tudja, nem tudom, én abban nem láttam a kurva nagy pénzt, de ja, a shortolás az amúgy okosság, csak kurva nem értek hozzá, annyira én nem mástam bele magam, szerintem, meg szerintem ahhoz kell sok pénz. Vagy lehet kicsibe is, a faszom tudja, nem tudom. Én amit egyedül, amit láttam, és amiben tudok nyilatkozni, nem játszom el azok, hogy értek a kriptóhoz, meg geci, nem értek hozzá, mert hány ingerem van attól, hogyha valaki eljátsz, hogy mennyire kibaszott nagy izé, kriptoszakértő. Kurva nem értek hozzá annyira, mennyire lehet nehez érteni ahhoz, hogy sokkal több pénz kijön akár ebben az időszakban is. Én shitcoin
ba voltam erősen benne, most shitcoinok nem mennek, ezért nem is foglalkozom perpil vele. De amit visszaáll minden a régi kerékvágásba, utána foglalkozom vele, és bízom benne, hogy tudok nektek is segíteni, és egy kicsit elkapjátok, hogy mi az, amikor egy BNB megy 10x-et. Az nagyon finom érzés. Így van, hogyha érdenek, az a TikTokon játszanék, nyomnám. És ezt hol nyomod? Sokat nem fog tudni belőle kérdezni, de ezt a hol nyomod? Binance-em, aha. Hát meg kell tanulni ezt is, bazd meg, csak azt sem tudom, hogy hol kezdjem el. Mert neked most sincs annyira gond, gondolom a bevétellel. Mondjuk, hát nem tudom, hogy hát a faszom tudja. Robinon? Nem tudom. Nem tetszik a neve. Nem tudom, meg kell tanulni. Vágom. Én tudom. Nekem is azért volt elsőre szimpatikus, azért benne van a fasz a lába, vagy a pöcsömbe, gondolom azért látjátok. Úgy, ahogy. Na, még 20-25 spin, ezt lépünk. Ad már 3 eurón. Szóval én is azért kedveltem meg, mert akkor adrenalin rush tud lenni egy izé, főleg a vina vége. Hú, nagyon jó. Azért durva, mint egy nem tudom, egy 500 eurós roulette-kör. Te ne kettőt már, te bánat szar, te hármat. Szevasz, Robesz. Biztos, hogy nem egyszerű. Nem véletlenül nem ezzel kezdtem. Legyen a következő. Azt írják, hogy a bóveri. Jó, menjem, meggyőztetek. Amúgy pushra rájöhetnénk, bazdmeg. A Firehopper is kifizetett, meg a milyen faszom is kifizetett. Na tudod mi? Jó, Bence, mi jobbul este so. Kulcs 100x. Az, hogy azt tudnám, hogy hol kezdjem el. Szóval annyira nehéz elkezdeni valamit csinálni, amikor már bele vagy, akkor majd valahogy úgy megy, hogy valahonnan összejöttek az információk, csak... Nem tudom, bazeg stream mellett ennyire nem férne szerintem bele. Jó van, hagyma, és helyen. Demo account-tal, tesó, az amit a játékpénzzel szatoznék, hogy megtanuljam, hogy kell. Akkor inkább kis pénzzel csinálnám. Kis pénzzel lehet csinálni? Vagy az nagy tőke kell, vagy kevés kell, vagy nem? Kurva sok kell? Igen. Mennyire buzis már, nem? Nem férfiakhoz méltó. Na, én nem vagyok benne kompetens egyáltalán. Srácok, jövő ezen a héten szerdán 7 órakor kihalunk, a geci belőadás lesz a streamemen. Akit érdekel az, hogy egy ilyen jövőkutató ismerősömnek a sztoria, meg amiket mond, akkor azt várom szívesen, sok szeretettel, és ő is vár titeket sok szeretettel. Lehet kérdezni, amit akartok, meg amit nem akartok, azt is megkérdezhetitek. Csak mondtam, szólok. Majd kirakom színbe, szerintem majd holnap mondjuk, vagy holnap után, vagy faszom tudja valamikor. Szia, Dave! Az olyan, mint a Crash? Nem lapos földhívő, nem olyan. Egész aktuális dolgok vannak benne sajnos, ami a
mi izénk is sajnos, mi életünket is érinti. Szevasz Peti, szerdán 7-kor. Bazd meg Cino, elírtad? Kösze 100 bitet. Kösze 100 bitet Cino. Ja, mert hogy nyertél, aha, értem. Szép 100x, na, gyere. Kösze 300 bitet Cino. Nagyját tettelek, felcsöveltelek, soha ne felejtsd el. Már nem biciklivel jársz. Geci, elfáradtam ezért sem. Így van. A téma mindig új. De ez nem olyan. Ez nem ér felvágós. Szóval nem az volt a vége, amikor meghallgattam, hogy nem volt étvágya menni. Inkább csak olyan reális. Most azért, mert nem foglalkozol fel, attól függetlenül tény sajnos. Stem. Te lesz a Sománál a sztár vendég? Aha. Biztos. Mondtam. Most a Zsozé megy minden podcastbe. Meg ilyenekbe. Gondi pörgötteso. Pörgött kurva jó volt. De miért vagy egy buzeráns fasz? Aha, RP az mennyire jön, hogy bejött nekem, mi?